Tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim, mondhatnám itt az előttem szóló kormánypárti képviselőtársamnak, hogy hát hogy ne lenne ebben egység. Hát általában a jogharmonizációs célú jogszabálymódosításokat természetesen az ellenzék is szokta támogatni. Természetesen az Európai Uniós tagságunkból fakad számtalan hasonló jogszabálymódosítási javaslat és csomag, amelyet tárgyal az országgyűlés. Egyébként ami baj ezzel, illetve azzal, hogy most tárgyaljuk ezt a csomagot, az nem is ez, hanem az, hogy elhangzott az expozéban, 2012-től nagyon világosan az Európai Bizottságnak volt egy javaslatcsomagja, ez alapján készült el az ominózus GDPR, tehát a 2016. április 27-én került elfogadásra ez az adatvédelmi rendelet, van vonatkozó irányelv, ez több mint két éve történt, tehát ami ellenzéki kritikaként ebben a tárgykörben megfogalmazódott, álláspontom szerint joggal, az maga a késedelem. Tehát áprilisig itt tájékoztató kampányok jegyében erről a tárgykörről nem nagyon hallhattunk. Itt volt két év, amelyben azt gondolom, hogy lehetett volna tájékoztató kampányt tartani a témában. Milliárdok mentek el más típusú tájékoztató kampányra, és akkor most ebben nem megyek bele, csak megállapítom. Szerintem nagyon hasznos lett volna ebben a témában, amely állampolgárok millióit, hát minden magyar embert érint. Nagyon hasznos lett volna ebben a tárgykörben tájékoztatni őket. És hát az előző ciklusban az országgyűlés álláspontom szerint a derékhadát a jogszabálymódosításoknak, a szükséges csomagoknak, vagy akár az egészet is, tehát a teljes körét elfogadhatta volna, elvégezhette volna ezt a feladatot. Mert hogy 2018. május 25 óta, tehát egy hónapja kötelezően alkalmazandó jogszabályok vannak itt az Európai Unióban, ilyen az adatvédelmi rendelet, a vonatkozó irányelv. Van egy késedelem, ami beesett az országgyűlés ebben a témában, ez probléma szerintünk. Ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy a jogharmonizációs célú javaslatokat támogatjuk, és támogatni szoktuk. Mivel elhangzott, hogy ősszel is egy újabb csomag jön, és azt kell, hogy mondjam, hogy a következő hónapokban általában mondhatom, hogy több módosítás lesz még ebben a tárgykörben. Szerintem azt helyesen teszem, hogyha lerakom azokat a kereteket, amikben a frakciónk ezeket a javaslatokat támogatni tudja. Alapvetően itt két irányról van szó. Elhangzott itt már, hogy hány állampolgár találkozhat azzal, hogy mondjuk vegzálják, mert hívogatják különböző olyan cégek, vagy leveleket kap, kéretlen e-maileket, olyan ügyek kapcsán és olyan cégek kapcsán, amikről nem is hallott sose, pláne nem adta meg az adatait. Tehát azt kell mondjam, és ezt le szeretném rakni, mint szöveget, hogy mi az adatvédelem tekintetében a magyar állampolgárok, a magyar emberek ilyen típusú védelmének szélesítését támogatjuk. Ez egy fontos dolog, fontos érték, ebben lehet természetesen konszenzus. Kettő. A jogharmonizációs célú javaslatokat támogatjuk, szinte teljes körben, általában véve, mondhatom majd, hogy nem általánosan. Itt is az is egy szabály természetesen, a magyar emberek érdekében kell, hogy álljanak ezek a jogszabályok, de a jogharmonizációs célú javaslatoknál el szeretném mondani, és szeretnénk, ha ez egy gyorsabb munka tudna lenni, hogyha nem az lenne adott esetben a minisztériumban, hogy ez egy, hát a sok egyéb típusú, a belpolitikában meghatározó munka mellett, hát talán másodlagosak vagy sokadrangúak. Végezz el az országgyűlés időben ezt a munkát, és a kormány tegye meg, illetve a minisztérium időben ezeket az előterjesztéseket. Harmadikként azt a sarokkövet tenném le, hogy elhangzott ez is már előttem, hogy az adatvédelmi rendelet, illetve maga az egész módosítási szándék részben az önök részéről is itt a multinacionális cégek erőfölénnyel való visszaélése kapcsán került itt az asztalra. Ez rendben van, meg kell ezt tenni, de emellett hagyd tegyem az asztalra, hogy nem csak szavakban kell a magyar KKV-k mellett ebben a történetben kiállni. Tehát még egy sarokkőként leraknám azt az asztalra, hogy olyan javaslatokat nem fogunk támogatni, amelyek szükségtelenül és feleslegesen vegzálják, vagy bírságolják a magyar KKV-kat. Összefoglalva tehát azt tudom mondani,
nem megismételve a vitában eddig elhangzottakat feleslegesen, hogy minden olyan javaslatot támogatni fogunk a következő hónapokban, amelyek ennek a három elvnek megfelelnek, de olyan javaslatokat nem fogunk támogatni, amelyek bármelyiknek ezek közül nem felelnek meg. Köszönöm, elnök úr!